A videót a Konzolvilág támogatta. Na hát, szevasztok gyerekek! Itt vagyunk, Monaco időmérő, Crackkel. Így van. Szóval, hát akkor... szerintem... Esik az eső. Igen, tehát Monacóba vagyunk, és még az eső is esik. Nézzük. Jó világ lesz ez. Hát ez gyönyörű lesz ez a verseny. Mármint, hogy már az időmérő is. Oh. Itt egy rossz mozdulat és a falba vagyok, tehát hogy... Itt nagyon nem nagyon kell... abba gondolkodni, hogy... Már itt majdnem. Jó világ. Na, akkor nézzük az első gyorskört. Ajajajajajajajaj. 1.31, 1.30, annyi. Körülbelül egy kör, ha jól teljesített. Jó, először feltérképezem, nem nyomom neki, mint a disznó. Hülye lennék. Ben. Ez ilyen lesz, ez az időmérő egyébként. És ugye mondtuk, hogy ugye lesznek lehet ebbe a sorozatban olyan videók, amikor rövidebbek lesznek. Valamelyik tényleg fél órás, meg tök jó, de valamelyik meg rövidebb lesz. Hogy mi? Tehát tudod, beszéltük azt, hogy a videóknak a hossza, hogy valamikor ugye nincs flashback, és egy futam az véget érhet rögtön az elején is. Ja, persze. Bármi. És ha valahol van erre esély, akkor az itt van. Az itt, de még mennyire? Menjünk. 1.32-es időket mennek ezek a srácok itt. De miért esik ez a szájba baszott eső? Megkönnyíti még a dolgom az eső is, mi? Az eső velem, ki ellenem? Azt hittem Hamilton 19. Ez ilyen nagyon gyorsnak kéne lennie, nem? Hát ja. Hát ha valahol itt nagyon gyorsan össze fogom törni az autót. Azért nyilván tempót akarok menni, mert utolsó helyre úgyis mindegy. Mert itt nem lehet előzni. Ez az a pálya, ahol a safety car mögött menni is nehéz. Igen. Annyira közel vannak a falak. Iszonyat. Itt aztán a fékeket használom már. Ne aggódjál. Azt tuti. 1.07 lesz Hamiltonnak a második szektor végén. És nekem? Hát még ott nagyon nem jársz, majd mindjárt. Még két kanyart kell megtennem addig. Most vagy 1.07-nél. Még egy és itt a vége a harmadik. És hát itt kezdődik a szektor. Fú, ez a pálya, srácok! Ez viszonylag egy jobb kör volt, mert nem mentél neki semminek. De egyszer neki mentem egy a üzébe. Ebben nem sérültél annyira. 1.35. És mennyi Hamiltoné? 1.31. Rosszabbra számítottam. Huszonhárom másodperc az első szektor Hamiltonnál. Hamiltonhoz aztán nézhetem magam. Itt nagyon el fognak húzni egyébként a világbajnokságosságban.
Nem tudtam befordulni. Egyelőre még nem mentek rosszabb kört nálad. Rá kell érezni a pályára, mert ez aztán tényleg olyan. Ez nyilván nem az a kör volt. Aha, szélesebben kell. Nagyjából azért nézem a pályát. Hogy mit, hogyan. De azért elmegy mögöttem. Mondjál rám valamit! Hát igazából semmi. Nagyon-nagyon messze mindenki. Ajjaj. Ez ilyen lesz, srácok? Jaj, a Q2 az egy nagyon-nagyon távoli cél marad. Mi szerinted te jobbat tudnál? Joystickkel, igen. Hát joystickkal, de azzal könnyű. De akkor már nem játszottam. Mennyi az idő? Hát 3 perc 53. Egy köröm lesz. Ja. Igazából mindegy. Feltehetjük. Ja, de mindegy. De... tehát nem ezen fog nekem most. Nem. Hát nézzük. Actually. Itt én kicsit szélesem és beeresztem. Jó. Hát ez full gázos is. Hagyjál engem fullgázassa izékor, esőbe. Esőbe ez nem fullgázas, bazd meg. De hogy lenne ez fullgázas? De. Az minden, hogy az. Esőbe csak annyi a különbség, hogy előbb kell fékezni. Na, 1.25 van vissza Q1-ből. Utolsó köröm. Ja, hát többet nem tudsz elkezdeni. Oj, rohadj meg, Nasri! Ezt nem hiszem el. De nek itt van a vége, srácok. De ezen nem lehet semmit csinálni. Ez egy jó utolsó hely. Miért szerinted tudtam volna valamit? Nem. Nem, ez így ennyi. Tök mindegy, mert ha meg nem előzöm meg, akkor meg úgyis feltart. Ja, hát... az a legkevesebb már. Hát srácok, ez ennyi volt. Mondtuk, lesz ilyen. Ez sajnos egy tipikusan olyan cucc volt, hogy itt végem. És látjátok, valóban itt végem lett. Sajnálom. Mert hogyha nem eső, akkor azt mondom, hogy van egy kis parányi esélye mondjuk a Q2-be bejutni. De így, még oda is vágom. Hát senki nem fog. Az igen! Reméljük, kapott ezért egy büntetést. Persze. Na nézd meg, figyeld. Vagy a Raikkonen, vagy a Fettel. A Raikkonen lehet megint. Na adjál engem már Raikkonennel. Igen, itt neki mentem. Hát én húztam egy picit rá amúgy. Én voltam. Jó, mindegy, srácok, ez tényleg ennyi. Sajnos. Ez ilyen sajnos. Következő részben... hogy nem rajtól le senki, az biztos. Hát az biztos. Következő részben, akkor megnézzük, milyen lesz a verseny. Sok minden jót nem jósolok magamnak, de megnézzük. Veszteni is tudni kell, voltunk elsők is sokszor. Meg elég jó helyezésem, most utolsó helyről fogjuk elkezdeni ezt a versenyt. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, pisztáciai, szevasztok! Cső!